Isti! Na hát, szervusztok! Két dolog, illetve leginkább egy. Iszonyatos szar helyen van ez a telefon, én ezt tudom. Most pont abban az állapotban vagyok egyébként, hogy szerezzek még egy GoPro-t. Ugye, mert a múltkori, a másik zöld, ez a vacak Xiaomi, ami igazából fogalmam sincs, minek van itt, ugye ez egyszer leesett, illetve nem vacak, mert amúgy jó képe van, tehát nem volt vele baj. Ez egyszer leesett, és azóta nem működik egyáltalán. Lehet, hogy meg kéne valahogy néznem, de nem működik. Nem akar életre kelni egyáltalán. Merre megyek? Margit híd, Erzsébet híd, Erzsébet hídnak megyünk. Jó. Jó, az így fullos is. Szóval, hogy azóta nem akar életre kelni, illetve innentől kezdve nem tudok két kameraállást csinálni vele, ezért a telefon ugye az, ami van. Na most! Én már régóta szeretnék még egy GoPro-t, mert van egy GoPro Hero 3-am, amit még ti nyertetek nekem nagyon régen, nem tudom, ez valaki emlékszik-e rá, én 2013-4 környékén, az sem most volt már. És... ezt kireszem a rágót, mert ez bunkóság. És... meg hát én is tudok beszélni. És ne tudjátok meg, hogy mennyire bonyolult venni egy GoPro-t manapság. Ugye használtan akarok venni, nem akarok újonnan 100x000 forintot rákölteni. Használtan szeretnék ilyen... 50 és 60 ezer között vannak GoPro 4. Az ultimate cél egyébként az, hogy legyen 3 GoPro. A GoPro az GoPro. Tehát ezt megállapítatjuk. Tehát ez a fontos, hogy 3 legyen, tehát nem olyan fontos, de 2 már minimum elég lenne. De egyszerűen, te nem tudom már, hogy a 10. rohadt árust, vagy olyan embert hívom fel, akinek van fönt hirdetése, és egyszerűen nem tudok venni egy rohadt GoPro-t. Most vagyok ott, hogy holnap esetleg elvileg tudok venni egyet. Reméljük, hogy az úgy is lesz, mert egyébként nekem nagyon kéne péntekig egy GoPro. Ugye nagyon gáz van, kölcsön is tudok kérni, de én szeretem, hogyha saját magamnak van, mindegy. Nem megyek bele. Hogy vagytok? Remélem, hogy jól vagytok, és remélem, hogy minden fantasztikusan telik. Ugye elindult a season, a play season... Ez most mi a fasz? Szeretem az ilyen helyzeteket, amikor így behal a technika. Nekem. Nagyon élvezem. Iszonyatosan élvezem. Ez van. Ez van, amikor az ember elhiszi azt, hogy a 3 töltöttség, az effektíve 3 töltöttség a GoPro-n. Nem az. Jó. Tehát, szóval remélem jól vagytok, megvagytok. Így próbálom kicsit így gyorsabban akkor megfogalmazni, ne legyen azt, hogy kirohanok a GoPro-nak az akkumulátor töltöttségéből. Tehát most így elindult a season, play season, ugye Győrrel kezdtünk, nagyon jó volt Győr, nagyon tetszett, nagyon élveztem. Tényleg. Tök jó, újítanak a színpadi programokon is, új játékok vannak, amiket mondunk is, jelzünk is vissza, hogy nagyon jól működnek. Illetve van ez a Mastercardos, egyébként ez nem egy fizetett hirdetés, de bemondta, hogy Mastercardos, csak tudjátok, hogy melyikről beszélek. Mastercardos dedikáló zóna. Fullos! Annyira rendben, vagy nem dedikáló, hogy Mastercardos színpad, vagy nem tudom minek mondjam. Ilyen kis fülke beszélgetés van egy óra veletek, nézőkkel, és tök jó, mert lehet beszélgetni, illetve mindenféle dolgokról tudtok kérdezni minket, meg tudunk válaszolni ott helyben, és nagyon sok kérdés van, nagyon sok jó kérdés van, és ez tök jó. Na de, amiről most ez a vezetős fog szólni akarna egyébként, az, hogy az iskola, hogy én hogy éltem meg a főiskolát leginkább. Én nem a középiskolára akarok beszélni, hanem a főiskola egyetem. Tudom, hogy nem most van a felvételi szezon, meg nem most van a felvételi időszak, de hát gondoltam, hogy ezt majd elő lehet venni bármikor, hogyha valaki gondolná. De hogy éltem meg? Ugye én, mikor, nem is tudom, 18 voltam, most nagyjából fog számolni, 18 voltam 2009-ben voltam 18 éves, igen. Tehát 2009-ben kezdtem meg a főiskolai egyetemi tanulmányaimat. Pont az a vicces, hogy én a BMF-re, a Budapesti Műszaki Főiskolára szerettem volna menni. Leginkább azért, mert édesapám kétszeres mérnök ember, nem volt egyébként nyomás részükről, ezt állíthatom. Ugye nagyon sok probléma ott kezdődik, hogy a gyerek azért jár egyetemre, mert a szülő azt nyomja, azt pusolja, mindenáron, hogy egyetemet végezzél, fiam. Nyilván bennük is megvolt az, hogy na azért egy papírod legyen, valami végzettséged azért legyen. Úgyhogy, meg hát úgy gondoltam, hogy megpróbálom, miért ne. Na most ezt elfelejtettem számításba venni egyébként a Műszaki Főiskola elkezdése előtt, hogy hát én azért középiskolában ilyen 2-3-as voltam matekból, nem igazán ment egyébként soha, úgy voltam, hogy biztos meg lehet azt valahogy ugrani, meg talán annyira nem bonyolult az. Aha. Bekerültem, abban az évben nevezték át Óbudai Egyetemre, emlékszem ezt az egész intézményt, amikor én elkezdtem ott tanulni, és a környezetmérnöki szakra mentem. Nem is tudom, hogy mi volt annak a neve, Rejtő Kálmán, vagy nem tudom,
ki fogom ide írni, mi volt a szakneve, vagyis ott a... Minek mondják ezt? A kar neve. Na most én ezt elkezdtem csinálni, 2 évet lehúztam ott, és 2 év alatt 30 kreditet sikerült körülbelül begyűjtenem, 25-öt, ami hogyha aki benne van ebben az egészben, az tudja, hogy az lószar. Nem igazán ment, stresszes volt nekem, nem tudom, ilyenek voltak, hogy műszaki kémiára be kellett járni, és akkor volt labor belőle, akkor ott sósavat kellett pipettázni, így, meg úgy, meg amúgy, meg ilyen, nyilván védőkörülmények között, de hogy nem tudom, hogy féltem tőle. Meg ugye moláris tömeget kellett számolni, fogalmam nem volt a dologról, nem, nyilván beleadhattam volna több energiát is, de nem tudtam az egészet, és akkor ki kellett menni a táblához, ott tiszta, itt szétaláztak, nem szerettem, tehát itt teljesen fucsba szálltott az én önbecsülésem, ami nem is létezett egyébként soha. Azt nézem, hogy a kuplungom elég érdekesen működik, nem tudom, olyan fura. Na mindegy. Tehát nem volt jó. A matematika 1, műszaki matek 1, vagy mi a francnak hívták azt, az úgy nézett ki, hogy volt előadás belőle, illetve gyakorlat. Az előadás az úgy nézett ki, hogy egy hát most nem akarok itt semmit, ezért, de mondom, egy ilyen, hát gyakorlatilag egy ilyen erősen alkoholistának tűnő tanár tartotta, mit tudom én, az 50-es évei körül, bunkó volt, igazi, meggyöbösödött, tényleg bunkó volt, maradjunk annyiban. Na, iszonyatosan nem magyarázott normálisan, nem is szerette volna, meg hogy tegyük hozzá, hogy az én képzettségem sem volt megfelelő. Volt ilyen, hogy 0. ZH matematikából, fizikából. Na most a 0. ZH már nem sikerült nekem. Már azzal szenvedtem egyébként, nem is keveset. Tehát nem volt jó. Egyáltalán nem volt jó. És akkor ott már ugye azon gondolkoztam, hogy hát ez nagyon király, hogy fogok én ebből... Egyáltalán tovább jutni, hogyha a 0. ZA sem megy, mit keresek én itt, ugye? Tehát ilyen jellegű kérdések merültek fel bennem. És akkor ez már úgy teljesen így az önbizalmat. De hát ilyenek voltak, hogy nem is tudom, miket kérdeztek. Mindenféle valós tűnségszámítás, meg ilyenek, amiket mi csak így érintettünk középiskolába. Tehát ugye nyilván gimnáziumi képzettség kellett volna ahhoz, hogy én ott valamit úgy érjek is. Legalábbis ahogy a többiek szavaiból kivettem, ez így volt. Fizikából, kémiából egyaránt. Nem annyira tetszett, nem annyira volt jó, tényleg nem ment egyáltalán. A biológia az egész jó volt, mikrobiológia, ilyesmi, azok tetszettek, környezetvédelem amúgy tetszett. Én amúgy bioszból csináltam a választható érettségimet, mondom, ez biztos tök jó pofa lesz, nem volt az. És akkor matematika ugye, hát analízis? Nem analitik, minek hívják ezt? Nem, kalkulusz, hülyeséget mondok. Kalkulusz, ugye hát, aki nem tudjanak, elmondom, hogy gyakorlatilag mit tudom én ilyen, függvények, és akkor mondom, függvény, azt imádom, azt nagyon szerettem, ugye persze, nem arról van szó, hogy balra ennyi, meg fölfele annyi, meg mit tudom én, meg majd a koordinátorrendszer majd ott el, nem. Itt az, hogy végtelenig, mit tudom én, konvergál a mit tudom én, meg nullához, meg nem tudom, és ja, és volt matematikában gyakorlat, ami nekem úgy nézett ki, hogy egy, én nem is tudom honnan érkezett, kubai, vagy nem tudom, vagy valami, azt hiszem kubai volt a csávó, alig lehetett érteni, amit mond, és akkor ő magyarázta ott nekünk, hogy mi van, át kellett menni a főépületből egy ilyen kis lószar, lomos helyre, ahol ami régen egy általános iskola volt, igen, lezüllött, leépült, lepusztult helyre, nem tudtam hova tenni, ott se értettem egy büdös szót se az egészből. Tehát, hogy, de tényleg semmit. A legtöbb csoporttársam nem volt szimpatikus, én nem voltam az ember, egyébként tovább megyek, nem voltam az ember, aki ilyen gólya táborba, meg gólya bál, meg ilyen szarokon részt vegyem, engem nem érdekeltek az ilyen, bocsánat, közös berúgások, meg ilyesmik. Úgyhogy úgy mentem oda első napon, hogy senkit nem ismertem, és legtöbben már ismerte egymást. Egyébként egy pár emberre jobban lettem, meg összeverkodtam, nekem ez szerencsére nem olyan bonyolult. De mindegy, szóval nem éreztem magam egyáltalán odavalónak, tehát nem is voltam odavaló. Úgyhogy ezt hozzátenném, hogy nem mindenkinek kell az egyetem. Nekem se kellett volna, egyébként tegyük hozzá. Jó. Onnan, zűrös körülmények között, ugye hát kilettem csapva, egyébként hivatalosan kirúgtak engem onnan, és mert nyilván nem volt meg a megfelelő kreditmennyiség, ugye van egy ilyen szabály, legalábbis volt ilyen, hogy mit tudom, 4 fél év alatt 50 kreditet muszáj teljesíteni. Mert nekem az sem volt meg, úgyhogy nem volt egyszerű. Nem megyek bele a részletekbe, mert unalmas, meg haladni szeretnék a videóval, mert a GoPro az nem tudom, meddig bírja. Oké. Okay. Következő nekem utána elmentem a BKF-re, ugye, én szintén BKF volt, amikor én még azt elkezdtem, Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola,
és onnan az lett Metropolitan Egyetem, pont abban az évben, amikor végeztem. Úgyhogy én már a Budapesti Metropolitan Egyetemet, tehát a BMN végeztem kommunikációs médiatudományi szakot, nyilván nem, de ezt mindig egy poénból elmondom. Tehát Metropolitan Egyetem, tudom, METU egyébként a rövidítése, nem BME, de én szeretek így ezzel nagyon, nagyon vicces szeretek lenni. Na, ezt végigjártam. Volt egy csúsztatás, egy fél évet, vagy nem tudom, egy fél évet csúsztam azt hiszem végül, mert a szakdolgozattal nem voltam megfelelően időben kész. Miért választottam ezt a szakirányt, vagy ezt a szakot? Leginkább azért matek ne legyen. Tehát azt körbenéztem, hogy milyen, mert az a baj, hogy szakmák sem érdekeltek. Abban a pillanatban ott voltam, hogy és én most nem akarok lenézni semmilyen szakmát, és nem akarok abba belemenni, hogy muszáj neked egy diplomát szerezni, és akkor leszel ember. Ezt tudom, sokszor előkerül, én ezt nem tartom így. Én szerettem volna valami ilyesmit csinálni, és láttam, hogy van egy kommunikáció médiatudományi szak, én éreztem azt, hogy akkor már videóztam, mondom, hát a Duma azt szerintem egész jól megy nekem, egész jó lehet, nézzük meg kommunikációt, tehát tök jó lenne fejlesztenem ezt a képességemet, akár elmenni szóvivő irányba, akár elmenni, mit tudom, HRS irányba, akár elmenni akármilyen kommunikátor irányba, ilyesmik felé. És akkor végül is elmentem, elkezdtem csinálni. Na most, hát ugye volt egy ilyen videóm, egyébként abból származik ez a videó most, amit csinálok, amikor is még jártam nagyban erre a főiskolára, az nem tudom, 2-3 éve volt, és a szakdolgozattal szenvedtem, hogy le kell adni így, meg úgy, meg mit tudom, és idegeskedtem, és mondtam, hogy na én majd csinálok egy olyan videót, hogy én majd így beoltam az egész iskolát. Na most ez elmaradt, ugye leginkább azért maradt el, mert abban a pillanatban az ember dühös volt, ingerült volt, és nem annyira, hogy mondjam, nem annyira volt prioritás, miután már megszereztem, már örült az ember, hogy vége van, ne akarja felejteni az egészet. Na, mondom, mi az, ami nem tetszett az iskolában, amikor én oda jártam. Most már picit változtak a dolgok. Ugye, főiskolák, egyetemek, én azt láttam, ugye, mert voltam már egyszer egy jobb egyetemen, voltam ugye itt a BKF-en, és én azt láttam, hogy a hallgatói rendszer, ugye a tanulmányi rendszer, mit tudom, Neptune, meg nem is tudom, Q-Space is volt, meg volt ETR, meg mit tudom én, most már azt hiszem Neptune van a BKF-en is, vagyis a Neptune is, de javítsanak ki, aki odajár, hogy tévedek. Tehát egy kibaszott nagy stressz, elnézést, hogy ezt mondom, rohadt nagy stressz, hogy föl tud venni a tárgyadat, akkor tud felvenni, amikor neked jó, mert különben, hogyha nem akkor veszed fel, amikor neked jó, mert úgy kell elképzelni, hogy különböző időpontok vannak különböző órákra, meg különböző tanárok, leginkább ugye itt a gyakorlati órákról beszélünk, az előadások azok pontban vannak, azt hiszem, és akkor az úgy van. És tehát az, hogy úgy tud felvenni, hogy ne legyen össze-vissza lyukas napod, meg mit tudom én, az egy rohadt nagy kihívás volt, sokszor nem is sikerült, nekem azért nem volt mindegy, tehát én azért Pomázról jártam oda be, az egy olyan jó 20 km, 25 volt, hogy nulláson kedvünk, mit tudom én, tehát én, hogyha hazamentem, akkor már otthon akartam maradni, nem pedig onnan még visszamenni, mert az már tiszta bolondság, hülyeség az egész, nekem nem volt ott, így is volt, amikor úgy volt összerakva, hogy át kellett menni a szomszédos IKEA-ba, és akkor ott enni, mit tudom én, vagy kávézni, vagy bármi, mert ezzel kellett elütni az időt. Szóval, hogy az egy rohadt nagy stressz volt mindig, nem működött sokszor, ugye amikor kiadták azt a napot, hogy na, akkor mostantól lehet jelentkezni, akkor mindenki abban a pillanatban jelentkezett, és voltak benne problémák. De ez még teljesen vállalható is volt, én azt mondom. De ugyanez volt egyébként az Óbudai Egyetemen. Oké, utána nekem ami problémám volt még a hök. Megmondom őszintén, a hök. Nekem a hökben az az érzésem volt mindig, de mondom, ezt például csak a BKF-re mondhatom el, az Óbudai Egyetemen nem volt olyan agresszív jelenlétük, vagy nem tudom, hogy egy ilyen elit. Tehát volt egy ilyen elit réteg, akinek mindenki felnézett, akinek mindenki nyalta a seggét, akinek volt egy külön kis bódéjuk egyébként ott a kampusz területén, és akkor ott az úgy volt, és akkor ott ők oda elbújtak, meg ott bementek dolgozni, meg nem tudom, és akkor ők minden egyes dolgot is szerveztek, és csinálták, és akkor a tanároknak ott voltak, meg nem tudom. És akkor igazából mi a problémám ezzel? Minden évben, vagy nem tudom milyen sűrűn voltak ilyen választások, és akkor úgy volt meghirdetve, hogy úgy, és akkor lehet választani embert, és akkor ott szavaz, meg és akkor tudod, hogy nem érdekel az egész, meg hogy nem akarok ebbe és tényleg egy olyan elit volt. És mondjuk igazából személyes kommunikációs problémám velük nem volt, csak mondom ez a durva nyomulás, kb. Ilyen szinte már ilyen celeb jellegben, celeb státuszban voltak. Mondom, egy ilyen plusz, de teljesen különálló kör volt, és az érződött is, hogy ők itt a menőcsávok. Bulik, én nem jártam bulikra, engem ezek nem érdekeltek sose, viszont, ami nagyon idegesített, hogy sokkal több, tehát gyakorlatilag az e-mail, amit én kaptam az iskolától, vagy a högtől, nem tudom, ezt kikintézték akkor, gyakorlatilag csak arról szóltak, hogy kocsmatúra ekkor, ilyen buli akkor, amolyan buli akkor, és csak a piálásra ment a hangsúly folyamatosan, és nagyon sokszor olyan információk kerültek el, vagy nem is jöttek ki, amik mondjuk fontosak lettek volna, mondjuk, hogy mikor kell beszélnünk a pótvizsgadíjat, hogy van a pót, vagy bármi.
vagy hogy sikerült-e felvenni, meg ilyen fontos információkról lemaradtunk sokszor. És a piálás, meg a bulizás rovására. Ezt mindig is furának tartottam. Azt tudni kell, hogy amikor én elkezdtem a metút csinálni, az önköltségesnek hívják, tehát, hogy tehát mi fizettük, ugye hát nyilván a szüleim révén tudtam járni oda, ezt nagyon szépen köszönöm nekik is most is, nem fogom azt mondani, hogy én fizettem meg mit tudom én, de ezt a szüleim révén tudtuk abszolválni ezt az iskolát anyagilag. Tehát, hogy BKF be kell fizetni, mi így neveztük el. Tehát az első, mindenki úgy járt, amikor már én kezdtem, akkor már mindenki úgy járt oda, akkor már nem volt olyan, hogy állami támogatásos, lehet, hogy most már van, de amikor én, akkor azt hiszem nem volt már olyan. Vagy akkor még nem volt, nem tudom, hogy mondjam. És akkor mindenki ugye fizette a tandíjat, és emellett még az első pótvizsgadi is fizetős volt, már be kell fizetni az eljegyzetet kötelezően, akkor a könyvtárdíj használat, tehát egy csomó minden, tehát úgy volt az egész, hogy volt egy elég borsos féléves díj, amit be kellett fizetned, és azon kívül minden szarra be kellett fizetned minden fost. De olyan szintig menjünk el, hogy talárbérlés már az a diploma átadón, meg még akkor fizetni kell jegyeket külön államvizsgálatodon, lehet, hogy volt egy megadott szám, amit el lehetett hozni ingyen, egy ember, akit be lehetett hozni ingyen, de arra is fizetni kellett, tényleg, szóval ilyen apró dolgokra is fizetni kellett, volt mindenféle ilyen, nem tudom, tehát hogy tényleg ilyen apró dolgokat, nagyon sok minden, rendben, ezt is lenyelte az ember. Akkor volt egy tanárnő, és most bele fogok menni személyesen a dologba, mert igazából miért nem mennék bele, Róka Jolán. Na most Róka Jolán tanárnő is the shit. Tehát, hogy aki járt már valaha tényleg kommunikáció média tudomány szakra, vagy valamilyen kommunikáció tárgyat felvett csak így fakultatívba, hallott már Róka Jolánról. Na most ugye, mivel ő volt a szakvezetőnk a kommunikáció média tudományon, így volt azt hiszem 3 vagy 4 alap tantárgy, amit meg kellett vele csinálni. Na most a nőt úgy képzeljétek el, hogy úgy nézett ki az órája, ugye csak előadás volt, hogy bementünk, mit tudom én, 200-as vagy 100-as, 200-as előadóba, és ő akkor így mondta. Így elkezdte olvasni gyakorlatilag a saját jegyzetét, ami amúgy az eljegyzet is, amit amúgy ő adott ki. Tehát ő írta meg a hivatalos jegyzetet, a hivatalos könyvet erről a kommunikáció és tudományról. Mit tudom én, a Buda Bélának volt azt hiszem talán a feleség, aki Buda Béla szintén egy kommunikációban, média tudományban népszerű ember. Lószart nem tudok már az egészről. Hozzátenném. Mert mi volt az elvárás? Hogy bemagolt a jegyzetet. Le se szarta, hogy te érted-e. Le se fosta. Az első vizsgálatban úgy mentem el, hogy megnézem, olvasom a könyvet, ugye első szó, hogy volt? A kommunikáció tudomány az egy interdimenzionális, nem is tudom visszamondani. Tehát egy ilyen disziplína. Egy olyan, a disziplína, érted? És akkor először így néztem, hogy az mi a szart jelent. És akkor tudod, külön felkerestem, megnéztem, hogy mit jelent, stb. Tehát így oda tettem hozzá plusz energiát, hogy meg is értsem. A disziplína, hogy tudományák, tehát azt, hogy tudom, és akkor azt jelent, kommunikáció tudomány, ez egy több tudomány ágat érintő tudomány ág. Lényegében ezt lehet így mondani. Tehát van benne azt hiszem szociológia, pszichológia, négy tudom én, mindenfélét érint. Nem is emlékszek már a dolgokra. Ennyit ért az egész. És akkor magolt be. Tehát, hogy először úgy mentem el, hogy leírtam a saját szavaimmal, hogy mit jelent az, amit én olvastam, amit én megtanultam, és szerintem értettem, amit én meg. Akkor a karol kaptam rá, mint a ház, és nem arról beszélünk, hogy ott hakniztam, hogy majd ott így hogy kommunikáció, üzenet, meg a fogadó, meg a csatornán, és akkor ilyen nagyon egyszerűen nem. Tehát én normálisan megfogalmaztam, nem érdekelte, karó. Jó. Köszönöm. Utána már úgy mentem pótvizsgázni, hogy bemagoltam effektíve a könyvet. Érte, nem a könyvet, hanem szerencsére az előző évesek leírták a vizsgakérdéseket, és azok állandó érvényben voltak. Tehát a vizsgakérdésekre már tudtunk, ugye, hogy milyen témákat kell megtanulni, és így tudtunk menni vizsgázni. És ilyen 3-as, 4-es nyolcba sose tudtam összerakni, pedig egyébként a Niki barátnőm ugye tudja is igazolni, hogy mennyit magoltam, meg mondtam föl neki azt, amit én betoltam, mint egy verset, öcsém, mint egy vers. Tolva mondás volt, tehát bementi az órájára, és úgy nézett ki az óra, hogy ültél ott, és akkor így mondta ugye a könyvet. Így hangosan mondta föl lényegébe. És én egyszer rájöttem, hogy beültem, mondom, meg volt az eljegyzet, ugye amiért fizetni kellett, tehát amit ki kellett fizetnem,
Tehát nem az volt, hogy én választottam, ki kellett fizetnem, beültem, ki volt nekem nyomtatva, és aztán talán a gépen volt, és akkor így néztem. És úgy, nem, ki volt nyomtatva, és ugye én írogattam egy-két dolgot, ami minimálisan, ami plusz info volt, de nem nagyon volt egyébként. Inkább húzgattam alá dolgokat, amik fontosak. Na most az azt nézett ki, hogy második, harmadik oldalán feladtam az egészet, mert folyamatosan húztam alá azt, ami a könyvben van. Tehát nem volt értelme az egésznek. Jó. Utána így volt egyszer ezzel konfliktusom, hogy a tanárnővel így mondta azt, hogy maga miért nem dolgozik. És kimondtam neki, hogy mert ugye már volt, hogy már a harmadik év, már úgy mentem be, hogy már tudtam, hogy nem kell bevinnem lószart sem, mert hogy én majd a könyvből úgyis el tudom olvasni, mert amúgy a könyvet olvassa fel. És kimondtam neki, hogy tanárnő, a könyvéből meg fogom tanulni vizsgára. De így szerintem ezzel nincs baj. Erre gyakorlatilag elkezdett engem megalázni, az 200-as előadóba élet, de szó szerint mondom megalázni, hogy hát, hogy maga ilyen lusta, meg hogy miért nem áll föl, meg mondta meg, hogy miért ül így, mert így keresztbe, tehát föl volt rakva a lába, a jobb lábam a térdemre. Mondta, talán azért, mert nagyon kényelmetlen a szék. Ilyen faszékek vannak, ilyen szép, ilyen görbülettel, és iszonyatosan kényelmetlen más során keresztül, nyilván egy kövér embernek meg pláne, és akkor így ott is mondta, akkor álljon föl és fusson néhány kört. Azt mondom, hogy inkább nem, és akkor így mindenki röhögött már, hogy annyira abszurd volt a helyzet. Szóval, hogy így mondom, jó, rendben van. Aztán utána mindig megtudtam valahogy, aztán az első vizsgát, azokat mindig elbuktam amúgy nála egyébként, és akkor mindig a pótvizsgán tudtam megcsinálni a dolgot. Tehát Róka Jolán tanárnő erős, maradjunk annyiban, megnézitek a Mark My Professor, vagy Rate My Professor, most nem tudom, pontosan meg le fogom, de megmutatom nektek, hogy mi van. Külön az összes egyetemi tanárt lehet benne értékelni szóról szóra, hogy mi tetszett, mi nem, és hát megnézitek a Róka Jolának az értékeléseit, nem véletlen. És sokan ilyenek azt, hogy hát de ő követel, meg hogy vannak követelmények, nem egyszerű. Én értem, de ne kelljen már versként felmondanom azt, amit megtanultam, meg hogy bemagoltam, hanem nem lesz a szar, hogy értem-e vagy nem. Tehát tök mindegy, hogy értem-e? Tehát nem is kell, hogy értsem. Lehet, hogy mai napig lehetnék úgy diplomás kommunikáció, médiatudomány hallgató, meg végzős, vagy már kommunikátor, hogy azt tudom, hogy ez a disziplína. És akkor voltak modellek, amiket már emberek úgy modellezték a kommunikációt, azt tettem észre, hogy volt egy modell, akkor azt felülírta egy másik, akkor ezt egy harmadik, és igazából folyamatosan így változik, és így igazából olyan dolgokat tanultunk végig ezen a szakon, amik így nem fontosak. Tehát, hogy én értem, hogy a történelmet meg kell tanulni, hogy pontosan akkor mi, meg hogy, meg hogyan elemezték, meg milyen modellek voltak, ezzel nincs baj. De azzal viszont nagyobb baj van, hogy gyakorlati órák közül egyet tudok megemlíteni, ami értelmes volt, az pedig a kreatív írás. A kreatív írás óra, gyerekek, az hibátlan volt. Azt kell, hogy mondjam, a mai napig azt kell, hogy mondjam, mert ott leültünk, és effektíve gondolkoztunk, és volt a feladatok arról, hogy valamilyen témáról írjál úgy, hogy az érdekes is legyen. Érted? Tanultuk az alliterációt, hogy vannak ugye, de amikor sokkal jobban néz ki egy szöveg, hogyha van alliteráció benne, szövegképek, hasonlatok, néztünk klippeket, elemeztünk klippeket esetleg itt ott amott, hogy ez mitől, dalszövegeket, nem is klippeket, hanem a klippeknek a dalszövegeit, hogy ez mitől új, mit mond el. Baromi jó volt, én ezek miatt jelentkeztem erre az iskolára, és ebből egy volt. Volt ilyenünk, hogy retorika. Na mondom, ez nekem nagyon kell. Ugye retorika az beszédtechnika, meg előadástechnika, nem nagyjából, körülbelül. Retorika, beszéd, leginkább a beszédhez kapcsolódik, ugye, főleg az ilyen nyilvános beszédek. Na, no, ez nekem nagyon kell, mert mondom, hogy sok ember van előttem, akkor én azért eléggé lámpalázos tudok lenni, és az kihat sajnos a beszédemre egyébként tényleg. És miről beszéltünk ott? Miről volt szó? Hogy állásinterjún hogy öltöz majd fel, meg hogy hogyan fogadj majd, hogyha te már egy cégtulajdonos vagy, egy tárgyaló partnert, mi az etika arra, hogy mivel kínáld meg, megkínáld, de hogyan fog, mi legyen az első szó? Ez etika, gyerekek, ez nem retorika. Ezt sem értettem. Volt ilyen, hogy business English, az tök jó volt egyébként, az még tetszett egyébként. Mi volt még, amit így feltudok? Volt ilyen, hogy multimédiás eszköz használat. Na, leállt a GoPro, nagyon jó. Volt ilyen, hogy multimédiás eszköz használat, az... Volt ilyen multimédiás eszközhasználat, az még egészen vállalható volt, meg jó volt, de ott is csak a minimálisat tudtuk érinteni, ugye ilyen Photoshop, meg ilyenek, tehát nem igazán volt sajnos túl hasznos, azt kell, hogy mondjam, de még mindig jobb volt, mint mondjuk bármi más egyébként azon kívül. Szóval az is ilyen gyakorlati óra volt, szóval, hogy nem tudom, tehát hogy valahogy nagyon-nagyon érdekes volt. Tudom, most lehet azt mondani, ez a kommunikáció, mi a tudomány szakirány, ez büfé szak, meg ez tényleg azoknak van, akik sekhülyék, meg mit tudom én, lehet ezeket mondani, de én akkor is másra számítottam. Én tényleg arra számítottam, hogy jobban fogok kommunikálni az iskola után, mint előtte. És nem.
És nem, a YouTube. Érde, a YouTube az, ami ezt fejlesztette bennem így nagyjából. Ugye volt még érdekes tárgy, például volt a Gajer Zoltánnál a... Jaj, mi volt az? Nem tudom, mi annak a neve, várja. Online film projekt? Valami ilyesmi. És arra az teljesen fakultatív volt. Ez meg a másik, hogy az meg fakultatív volt, érted? Tehát az nem az volt, hogy benne volt. Azt te választhattad ki. De én egyből ki is választottam, ugye van egy olyan kreditmennyiség, ami az ilyen szabadon választhatókból teljesítened kell, tehát kell válogatnod ilyenekből. És azt megnéztem, mondom, én YouTube-ozok, én videózok, én nekem azt tetszeni fog az online film projekt, tetszett is, abból leték én a hurka a burger végül. Tehát mondom, azért adott sok mindent a suli, de ezt viszont csak azért tudom mondani, mert ugye összevágott a YouTube-bal, a YouTube csatornámmal. A szakdolgozatot is végül a YouTube csatornámból írtam, abban is volt egy ilyen szakmai része, meg egy ilyen személyes része. Úgyhogy az teljesen rendben volt, egyébként azt mondom, államvizsga az jól ment. Nem tudom, hogy sikerült volna, hogyha Róka Jelennek kellett volna államvizsgáznom, szerintem úgy megvág, mint a húzat, mert ott is szerintem szó szerint kérte vissza, meg hallottam ott is emberektől, hogy nagyon sok embert megbuktatott államvizsgám. Tehát, hogy amivel nincs baj, csak ez a szó szerint kérés, tényleg, hogy ez a magold be, ezt nem tudom hova tenni. Úgyhogy hát főiskola így nagyjából ennyi. Ja, meg volt még egy olyan dolog, a BKFM, a BKF-nek volt egy ilyen saját rádiója. Fú, de büdös van, hogy itt van a sörgyár. Elnézést, most megint leállt a GoPro, elnézést kérek érte, gyors leszek, most már tényleg az a vége. És volt egy ilyen rádiója, meg volt egy ilyen tévéje, volt egy YouTube csatorna, és jártak ilyen bulikba, és ott riportokat csináltak. Na most a srác, aki csinálta, olyan szinten nem illett oda, meg olyan szinten inkompetens volt az egészhez, hogy így, sziasztok, itt bulisztok? Akkor jó. És így ennyi, és nem ilyen viccesen volt ő ilyen lezser, meg mit tudom, nem, egyszerűen csak így nem értett az egészhez, hogy nem volt oda való. És írtam nekik, hogy mondom, gyerekek, én nagyon szívesen, mert ugye ösztönöztek arra, hogy kreatív gondolkodást fejlesztünk, és hogy vannak ilyen önképző köreink, amivel lehet jelentkezni, és az neked milyen jó. Mondom, ez tök jó, hogy nagyon szívesen megnézném a rádiózást, meg kipróbálnám magam benne, én nagyon szívesen megnézném ezt a BKF TV-s dolgot, mert én szívesen szerepelnék a kamera előtt, és csinálnék ilyen műsorvezeti dolgot. Vissza se írtak. Tehát egy e-mailt írtam, és semmi választ nem kaptam. És jó szart, semmit. Amivel nincs baj, hogy nem mehetek, vagy nem vagyok oda megfelelő, de akkor ezt írják nekem le. Külön beleírtam még az e-mailembe azt, hogy van egy YouTube csatornám, ennyi ember követ, tehát valószínűleg nem csinálom rosszul, hogyha követnek emberek. Nem érdekelt senkit. Hát mondom, jó. Úgyhogy igazából gyerekek, nekem így a főiskolai, meg az egyetemi dolgok, gondolatok, azok nekem ennyiben megállnak. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Hogyha tetszett, egy lájkai lejelzétek, és akkor lesz még mindenféleképpen vezetős vlog, lesz még minden, amit szeretnétek, és megyünk tovább folyamatosan, és remélem, legközelebb már egy GoPro-val tudok nektek felvételt csinálni magamról. Szerbuxot, gyerekek!